kettőnknek. A budapesti Virányi Marian és fia Balatonfüredről a nyaralásuk közben érkeztek a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállításra. Marian a tárlat 40.000. látogatójaként váltotta meg belépőjegyét. Ez egy igen átfogó kiállítás, és úgy gondolom, hogy ez mindenki számára maradandó élményt fog adni, és hát mindenkinek tudnia kell ezekről a történelmi fontos eseményekről, amit itt úgy tudom, hogy sok országból hoztak be anyagot, hogy ezt úgy gondolom, hogy még meg kell tekintenünk eddig a pár napig, míg itt vagyunk. A Királyok és Szentek kiállítás három intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet együttműködésében született meg. Egy picit nyáron visszaestek a látogatottsági mutatók, hogy a júniusban, júliusban sokan elmentek nyaralni, véget értek ugye az iskolák, nyári szünet, de most így augusztusban számítottunk is rá, hogy a királyi napok által ugye minél több turista, illetve vendég jár majd Székesfehérvárot, és hát betér a kiállításunkba is, és már mi napok óta figyeltük, hogy minden nap több százan látogatják újra a kiállítást. Az unikális tárlat több mint 10 ország közel 700 felbecsülhetetlen értékű árpádkori kincsét egy helyen mutatja be. 17 teremben több mint 40 magyar és 20 külföldi partnerintézmény által kölcsönadott tárgyak segítségével ismerhető meg az árpádok kora. A kiállítás 40.000. látogatóját Lerner Zsolt alpolgármester köszönt. Jelenti ezt a város szempontjából azt, hogy érdemes kulturális rendezvényeket, érdemes nagyszabású kulturális rendezvényeket, jelen esetben kiállításokat vagy kiállítást rendezni a városban. Ezt akkor már láthatjuk, hogy nem csak fehérvári vonzás körül, hanem a fővárosból is. Nekem is számos ismerősöm visszajelzett, nem csak a fővárosból, környékről, hanem még határon túlról is, hogy jöttek és látták a Királyok és Szentek kiállítást. Az alpolgármester hozzátette, a megújult Szent István Király Múzeumban újabb nagyszabású tárlat megrendezését tervezik. A Királyok és Szentek az Árpádok kora kiállítás augusztus végéig látogatható.